Én nagyon örülök neki, hogy így sikerült. Szerintem jobban nem is sikerülhetett volna, úgyhogy én teljesen meg vagyok vele elégedve. Összességében meg voltam magam elégedve. 3 év múlva talán jobb lesz már. Azt hiszem, hogy teljesen elégedett lehetek az elmúlt hetek eredményeivel. Bőven a várakozásokon felül teljesítettek a sportolóim, úgyhogy most nagyon boldog vagyok. Hat versenyszámban indultam. 400 gyorsan először, ahol második helyezést értem el, indultam 106-on, ahol 6-at, 100 gyorsan 9-dik lettem, 200 vegyesen szintén második, és 100 pályon pedig első, és emellett még volt egy 400-as gyors váltunk, ahol 5-ek lettünk. A sikerek nagy részt annak köszönhetőek, hogy egy ilyen éve dolgozunk azon a Zsófival, hogy nem támasztunk elvárást magunkkal szemben, illetve a külső elvárásokra nem nagyon figyelünk, és mentálisan nagyon erősen érkezett oda a Zsófi, és nem nagyon volt elvárás. Persze azért nézegettük, hogy körülbelül hova juthatunk, de hát titkon mind a ketten. És azt vettem észre, hogy a versenyen nagyon felszabadultam, versenyzett, nagyon élvezte a versenyzét. Amikor 2 vegyes után kiszáll és azt mondja, hogy ússzuk el még egyszer, akkor azt most megnyerem. Így utólag már azt mondom, hogy ebben ennyi volt, tehát hogy kihoztam szerintem belőle a maximumot, amit lehetett. Még 200-esen akartam döntőt úszni, de ott lemaradtam a döntőrig, az 2 másodperc kellett volna. Döntőt úsztak, így is 9. lettem, gondolom, hogy tapasztalatszerzésnek nem volt rossz. 3 év múlva talán már jobb lesz, akkor be is tudok csúszni egy döntőre. Hát 100 mellett már úgy voltam vele, hogy úszak egy jót reggel, aztán meglássuk, hogy mire lesz elég, ott 13. lettem ugye. A Bence ugye az Európa-bajnokságon nagyon-nagyon jól teljesített, de ott kellett teljesíteni, hiszen azon múlott, hogy megszerzi a kvótát vagy sem. Ott nagyon jól úszott, és ahhoz képest hasonlóan jól tudott teljesíteni, de nagyon rövid idő volt a kettő között, a paralimpia és az Európa-bajnokság között. Nem tudott még olyan szinten fölzárkozni, hogy itt egy döntőre elég legyen, de körülbelül level is számoltunk, hogy ide jut, és azt beszéltük, hogy élvezze ki minden pillanatát ennek a versenynek. Egyébként úgy éreztem, hogy jól érzi magát, és hogy én remélem, hogy ez egy akkora lökés neki, hogy a következő hónapokban, években arra készül, hogy a következő már tényleg egy döntőt tudjon úszni. Volt egy kis félsz bennem, meg úgy talán picit izgultam is, hogy egy első úszásnak, hogy milyen lesz. De jó volt, jó tapasztalatszerzés volt, átélni, hogy ott lehetsz egy paralimpiánban, szerintem egy nagy dolog. Egy szállodában voltunk, ahol a 12. szint az csak a miénk volt, külön szobában volt mindenki, a 13. szint volt az étkezde, és a liftbe az összes többi gomb le volt zárva. És amikor mi mondtuk, hogy mikor szeretnénk menni edzeni, akkor följöttek értünk. És ott egy kordonnal leválasztva vittek el a buszig. Felszálltunk a buszra, ahol elmentünk egy uszodába, és az uszodában csak mi voltunk. Szerintem sokkal jobb volt így, hogy nem voltak nézők, mert úgy éreztem, hogy túl izgulnám, és nem sikerült volna úgy, ahogy most sikerült. Volt a csapatiroda a házban, és ott volt egy tévés, akkor mindig ott, amikor nem voltunk az uszodában, vagy benn voltunk a szálláson, akkor ott összegyűltünk, pár és akkor néztük a másikat, aki éppen versenyez, bármi atlétika, vagy pingpongba, akkor ott lennültünk és szurkoltunk a másiknak. Szerintem egy kis idő kell ilyenkor, amikor az ember fölfogja és igazából tud neki örülni, mert hát ott ez egy olyan sok hatás, hogy ott nem az a földön túli öröm volt először, hanem inkább sok, hogy úristen, mit csináltunk, de most már szerintem lassan kezdjük kapizsgálni. Miután megérkeztünk, hát pihenek, próbálok átállni, visszaállni, és próbálok minden időt a családommal tölteni, a barátaimmal. Én már ugye előbb hazajöttem, én már első otthon voltam, RP később jöttek. Hát én már koptatom az egyetemi padot, járunk kosármeccsre, járunk foci meccsre, úgyhogy próbálom most kiérni magam, úgyhogy nem az uszodába kell lenni egész nap. Folytatás? Hát Párizs. Az a következő cél, hosszú távú cél. Jövőre lesz világbajnokság, most arra fogunk készülni, de hát előtte még ugye ma a pihenő, illetve megint egy jó hosszú felkészülés fog addig következni.